Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm itt a stúdióban a mély vízben, és most igazán azt várom tőled, Pesti Lászlótól, hogy ússzunk együtt. 3 héttel ezelőtt voltál itt nálunk, és azt ígérted, hogy sokkal több konkrétumot fogsz majd elmondani. Közben adtál egy interjút a HVG-nek, HVG 360-nak talán, amiért mérges voltam, de azt gondolom, hogy nálunk sokkal több dolgot fogsz. Annyit elárulnék, hogy a HVG-vel megbeszéltem, hogy adom az interjút, de megvárják, amíg a úgymond kommunikációs stratégiánk alapján megjelenhet, és ők, hogy finom legyek, nem várták meg. Megjelent már. Megjelent, de annélkül, hogy azt mondtam volna, hogy mehet. Mert hova akartad volna ezt pozícionálni? Hát például neked is ígértem dolgokat. Igen. Másnak jó, is. Kezdjük meg ilyen villámkérdésekkel. Köcsére meghívtak? Nem. Nem. Most az esztergomi frakcióülésre meghívtak? Miért? Parlamenti képviselő volnék. Miért? A Bayer Zsolt az? Miért? És ő mit keresett ott? Ott van. Ott van. Értem. Hát azt akarom ezzel mondani, hogy már nem vagy elég fideszes. Nem. Szerintem tévedsz, Péter. Ne haragudj, hogy ezt mondom. Szerintem itt most én vagyok az egyik legfideszesebb. Az, hogy a szándékait szerint te vagy a legfideszesebb, azt én értem. De azt veszem észre egyébként, és majd utána rátérünk arra, amiről igazán beszélnünk kell, hogy elkezdtek... Van egy nagyon fontos dolog, amit nálad kalaplengetve el kell mondanom, hogy adtál a magyar közbeszédnek egy új kifejezést, ez a lölő jelenséget, ez bebászott. Ez tulajdonképpen élővé vált a lölő jelenség. És már használja egyébként a fideszes, mondjuk, górék egy része is. De mégis inkább, amikor szóba kerülsz, úgy beszélnek róla, de hát ilyen bolond lyukból bolond szél fúj. Ha csak aztán vesszük, hogy Gulyás Gergely miniszter úr azt nyilatkozta, hogy is mondta, szó szerint kéne idéznem, hogy nagyobb szerénység, kisebb hajó. Igen. Kéne? Igen, de azt nem hiszem, hogy egyértelmű. De azt nem te iniciáltad. Miért nem? Mondott eddig egy Gulyás Gergely miniszter úr eddig nem, mondott. Nem értem. Pontosan tudod, hogy működik a nyilvánosság. És te pontosan tudod, hogy én iniciáltam. Te indítottad el, az igaz. De nem beszélt volna róla, hogy ez a hajóügy, ez nem borítja el a közösségi médiát, amikor már nem tudja kikerülni. Szerinted tudtak volna orkék, mert tudod, NER lovagot... A részletekről tudom, nem hívjátok magatok a baloldali újságíróknak, hanem ti a független objektív újságírás vagytok. Nekem nyugodtan nevezsz ez baloldali újságíró. Tehát baloldali újságírók. Kitaláltátok annak idején ezt a NER lovag kifejezést, és ezt már többször kifejtettem, hogy a lovag, ugye a keresztes lovag, a páncélos lovag, a lovagiasság a hölgyek felé, az egy pozitív tehát konnotáció. Meg van emelve. Hogy tudtatok ilyen? Már bocsáss meg, hülyeséget kitalálni, ők orkok, és aki Tolkient olvasott vagy látta a Gyűrűk urát, azok tudja, hogy kik az orkok. Ők orkok, és nem lovagok. De az orkokra mi jellemző? Egy filmet nehéz elmesélni. Nem, hát azért tulajdonképpen jelzőként használod, tehát érdekel, hogy mit akarsz vele kifejezni. Maradjunk annyiban, hogy meglehetősen negatív konnotációk és asszociációk tapadnak a Tolkien féle orkokhoz, akik nem különösen okosak. Képzeld, de hogy azon kevesek közé nagyon tartozom, erősek. Aki nem láttam a Gyűrűk urát, ez egy nagy hiba. Igen. Gyilkolnak, lopnak, mit csinálnak az orkok? Mindent, ami törvénytelen és nem csak törvénytelen, hanem erkölcsileg elviselhetetlen. És akkor kiket nevezünk orkoknak? Ja, és nem különösen okosak. És nem különösen. És akkor kiket nevezünk a Fideszen belül orkoknak? Hát azt gondolom azokat, akik a konzervativizmust, mint olyat, pláne a konzervativizmusnak a korszerű verzióját lejáratják.
Azokat nevezem én orkoknak, akiket ugye a baloldali sajtó nagyon sok éve NER lovagoknak titulál, akik egy olyan eszmerendszer, mint a konzervativizmus, ami azért egy elég régi létező és legitim eszmerendszer, lejáratását végzik. Azokat nevezem orkoknak, akik azokat az értékeket. Most maradjunk Magyarországnál, jó. Mondok néhány olyan toposzt, ami szerintem hagyományosan konzervatív toposz, nevezhetjük ezt liberálisnak, keresztény nemzetinek, kinek melyik tetszik, tudod, kinek a pap, kinek a papné, kinek a paplánya. Tehát például szerintem hagyományos konzervatív, jobboldali toposz a határon túli magyarokkal való foglalkozás. Én azt gondolom, hogy a magyar konzervativizmus ebben jó, hogy Trianon sebeit gyógyítandó támogatja őket. Azt gondolom, hogy a kereszténység, vagy általában a vallás, mint a szekularizáció megtartása mellett, mert ugye a korszerű társadalmakban, most már nagyon régóta az állam és egyház szétválasztása megtörtént, ez Magyarországon is megtörtént, de ennek ellenére... Azért volt ott Erdő Péterről Köcsei találkozó? Azért volt ott Erdő Péter a Köcsei találkozó? Hát a Köcsei találkozó, most több egyszer kérdezett, hogy kik voltak ott és kik nem. Én nem követtem a Köcsei találkozó meghívotti listáján, nincs a birtokomban, és a felvételeket pedig nem követtem. Mindig kibújsz az ilyen nem válaszok. Ki, tehát nem a, tudom, ki volt ott Köcsén. De most tőlem most hallod. Tőlem most hallod, igen, hogy Erdő Péter ott volt. Egészségére. Ennyi? Tehát csak a szekularizációról beszéltünk, Peti, az állam és a... téged holnap meghívnak Köcsére. Elmész? Mert. Hát akkor mi baj van az Erdő Péterre? Hát kicsit más a funkciónk. Szerintem is. Maradhatunk Köcsénél. Köcse speciál egy civil találkozó, nem kihelyezett frakcióülés, amelyen azért elsősorban a, hogy is mondjam, országgyűlési képviselők, lévén, hogy a frakciót ők alkotják, vesznek részt. Nyilván házelnök úr, esetleg a parlament különféle. De le vagy maradva egy brosúrában, nem így van. Tehát, de ezzel lépjél túl, mert nem így van, mert az ugyanazok vesznek részt nagyjából, Schmidt Máriától kezdve Orbán Balázsig, még hogyha politikai igazgatója. Hát neki ő indokolt. Igen, de ő sem országgyűlési képviselő, ha jól tudom. Én azt mondom, hogy elsősorban ők vesznek részt, és nyilván van néhány szaktanácsadó, akinek a véleményét a frakció végig akarja hallgatni. Te Orbán Viktort természetesnek tartod, én is, a képviselő urakat és hölgyeket szintúgy. Akire rákérdeztél, Baja Zsolta kérdeztél rá? Uh-huh. Ő egy publicista. Igen. Nem tudom megmagyarázni. Jó, olyat kérdeztél, sajnos, és nem megkerülöm, Peti, a kérdést, hanem egyszerűen nem tudom, hogy mit keres ott. Jó, hát én nem... De érted, én még... szeretném tudni, lehet, hogy én jobban szeretném tudni, mint te. De úgy érzed, hogy neked például ott lett volna a helyed? Hogyha ő ott van a publicista. Voltam én Köcsén eleget. Nem, én most a kihelyezett frakcióülésre. Én úgy gondolom, hogy nekem nagyon nem kéne ott legyek. Nem funkcióm. Jó. A munkaköröm, a tevékenységem az elmúlt 35 évem alapján nekem ott nincs helyem, nincs funkcióm, nincs munkám. Szóval azt mondod, hogy nem igaz az én állításom, hogy téged próbálnak most habkönnyűvé tenni. A múltkor arról beszéltünk, hogy agyon hallgatnak, most már túljutottál azon, lehet, hogy a média stratégiádnak következtében, hogy nem tudnak agyon hallgatni, mert mindenhol belemászik Pesti László a nyilvánosságba. Belemászik? Ez egy kicsit pejoratív volt rám. Nem, ellenkezőleg. Tehát az ő... Ez valahogy egyszer csak ott van. Hát az ő szándékaik ellenére a lyukakon átmegy az, amit mondtál. Igen, de kapok jobboldali médiáktól is meghívást az utóbbi időben. Például? Már erre vehet sok héttel ezelőtt például a volt, hogy egy délután a Mandineren 3 cikk jött le rólam. Dicsérő? Nagyon pozitív volt. Igen? Igen. Tehát és nem ez az én általam vélt
könnyűvé tétele a Pesti Lászlónak? Itt egyetlen olyan könnyűvé tétel, tehát van ez a könnyűvé tétel elmélet, csak az a baj, nem jut eszembe annak a szegény magát influencernek. Jaj, tudom, nem is az, nem, hát influencer is, és közben valamelyik intézménynek a vezetője, aki azt mondta, hogy hát, amit a Pesti csinál, az cirkuszolás, tehát a cirkusz szó benne volt, és valami olyasmivel egészítette ki, hogy a léc vagy a vonal alatt, igen, igen, hát nincs olvastam, politikai igen. súlya a dolognak, hát ahhoz képest, hogy nincs politikai súlya a dolognak, ezt kérlek, nem tudom megszámolni. Fodor G. Gábor mondta, vagy G. Fodor Gábor. Igen, azt hiszem G. Fodor, de látod, a nevére már én sem mennék meg. Nem te kevered össze, szerintem többen vagyunk, akik. Hogy hát ez valami, tehát valami vonal, annyira vonal alatti, annyira súlytalan, hogy ez, erről nem is lesz holnap már szó. Na most ez nagyon sok héttel ezelőtt volt, és gyakorlatilag minden harmadik nap adok interjút, amiből írnak még 3-4 cikket, és ez, ha eltart még 1-2 hónapig, és pontosan tudom, hogy a legmagasabb köreiben a pártnak kemény vita zajlik az általam elmondottakról, eredetileg elmondottakról, tehát a tusványosi szövegről. Az azt követő, 444, 24, a te interjút, stb. Folyamatos téma a párt vezetésében. Ezt egészen biztosan tudom állítani, hiszen olyan emberek mondják nekem, nagyon magas szintű Fidesz vezetők, természetesen 4 szem közt, vagy szignálon, tehát nem telefonon, hogy most éppen itt tart a vita, most itt tart a vita, most itt tart a vita. Tehát ez a, hogy is hívják, milyen Gábor? Valamilyen Gábor? Fodor, mindegy, az alacsonyabb. Az alacsonyabb. Tudom már melyik. Na, a lényeg az, hogy... Tehát egy fontos ember a Fidesznek. Az, hogy léc alatti lenne, tehát lényegtelen, hogy nem üti meg a szintet, hogy egyáltalán még holnap beszéljenek róla. Hát ezt x héttel ezelőtt mondta, és ahhoz képest egyfolytában erről van szó. Igen, jobb oldalon, bal oldalon, középen, már lassan holnap a Dörmögő Dömötör is kért tőlem. Azt is mondta, amiután majd a Dörmögő Dömötört az később, azt is mondta, hogy nem következik a szavaiból semmiféle politikai cselekvés. Hát ahhoz képest magas szinten folyamatosan az országvezetői... A beszéd az cselekvés, és az például cselekvés, hogy ezt a weboldalamat, budapestitisztakezek.com, erről szerintem már beszéltünk. Hogy bizony, kitetted a múltkor is. Igen. Egy olyan DDoS támadás érte, amiről az etikus hekkereink, kíváncsi vagyok, hogy a kedves nézők tudják, hogy az etikus hekker tevékenység nemhogy legális, de ajánlott, a 41/2015-ös BM rendelet szabályozza, hasznosnak tartja, hogy a cégek és intézmények meg tudják védeni a webes felületeiket, ezért az etikus hackerek, a fehér kalaposok, mi úgy hívjuk az internetes kommunikációban, egy kvázi megrendelésre egy támadást indítanak, ami által kiderül, hogy hol vannak a rések a védelmi pajzson, kijavítják, auditor auditálja, kifizetik őket. Tehát ez egy hasznos társadalmi tevékenység, és erről például a 41/2015-ös rendelkezik. És cselekvés történt, egy DDoS, tehát egy olyan méretű túlterheléses támadás érte ezt az oldalunkat, hogy a etikus hacker csapatunk vezetője, aki egy 40-es pasi, azt 20 évet csinálja, azt mondja, hogy 20 év alatt ilyen erejűt nem látott. Ahhoz tudta hasonlítani, azt mondja, Laci, mondom, tényleg nagy? Azt mondja, olyan erejű a támadás az oldalad ellen, mint hogyha az orosz és az amerikai teljes légierő szőnyegbombázná Kecelt. Na most és mégis talpon maradt. Azt gondolom, hogy ez cselekvés és rendumálás. Hát persze, hogy talpon maradt a srácok egyből, most nem mondom el milyen eljárással. Ja, ne is mondd el. 8 óra alatt elhárították a dolgot, de olyanná tették, hogy most
megpróbálhatják a következőt, de nagyon súlyosan föl fognak sülni, és még azt hozzátette a csapat vezetője, hogy föltételez nagyon jelentős emberállományt, hardware és szoftverállományt, tehát nagyon komoly a szándék. Hogy megsemmisítsék. Hát, hogy nem, a megsemmisítés, a túltereléses támadás arról szól, hogy ne legyen elérhető. Igen. És minél tovább tudja föntartani ezt, föntartja két hétig, akkor két hétig nem tudod elérni, és két hétig nem tudsz írni. Azt mondod, hogy egész magas szinten, úgy gondolom, hogy ebbe beleje tartozik Orbán Viktor is, hogyha magas szinten beszélnek arról, hogy Pesti László miket nyilatkozik, és milyen folyamatokat akar, vagy indított el. A én azt tudom, mondtad, hogy miniszterek beszélgettek róla. De Orbán az még mindig nem jutott el, létezhet? Hát nézd, én nem tudom, hogy Orbán Viktor beszélte róla, de azt gondolom, hogyha miniszterek és alelnökök beszélnek, az bátran nevezhető magas szintnek. De én de most nem... Én erről tudom. Jó, csak mert azt mondtad a múltkor, hogy Orbán Viktort becsapják, és nem tud róla, hogy mi történik hát, alatta. Hát tudomásom szerint az eset kapcsán eljutott hozzá a történet, és hogy mit reagált, azt nem tudom. Hát egyrészt engem nem szoktak magukhoz szivatni senki, engem meg lehet hívni egy kávéra, jó? Tehát téged még Orbán Viktor sem hivathat meg. Elmennék Orbán Viktorhoz, ha meghívna, de milyen szót használtál? Hivat. Engem nem szoktak hivatni, tehát nem vagyok az udvartartás része. Semmilyen udvartartásnak nem vagy a része? A családom, amennyiben udvartartás, akkor igen. Akkor most térjünk rá a konkrétumokra. Itt muszáj előlépned a farbával. Mert hogy ezt ígérted, és azt mondtad, hogy meg úgy ismerlek, hogy ha megígérsz valamit, nem felejted el. Igen. Nem felejtem el. Kezdjük azzal, hogy az, hogy ez az oldal elkezdett elterjedni, és az ezen lévő go.budapestitisztakezek.com weboldal elkezdett telni. Hát mondom neked, aki szintén nem, tegnap kezdett a szakmát, és láttunk már, hallottunk már betelefonálós műsort, olvastunk már olvasóleveleket, stb. Tudjuk, hogy ezeknek a hát körülbelül 50%-a az használhatatlan. Az vagy átkozódás, vagy áradozás, akkor magas vagy... arányt is ugye van az 70 is. Igen, így van. Tehát így van. Maximum általában 30%, ami releváns hozzászólás, bár ezt a releváns szót ezt én nem kedvelem, mert már kicsit túl sokat használjuk. Körülbelül erre a weboldalra, tehát a budapestitisztakezek.com-on található go.budapestitisztakezek.com oldalra egy olyan jó 30-40%-nyi nagyon is fontos dokumentum, bizonyíték, hangfelvétel, adatok, nevek, dátumok, közbeszerzésekkel kapcsolatos egyenlőre állítólagos csalások, tehát ezt nyilván jogászoknak hivatala megvizsgálni. Szóval egy őrületes mennyiségű adatmennyiség érkezett, a mailbox, vagyis az e-mail fiók megnyílását követően azt hiszem, hogy 5 nappal már elérte a 20-at a most mondom, a restit vegyük le, ugye, amit 50-70-re szoktunk satszolni, ebbe egyetértünk. Tehát ez a 30%-nyi elérte a 20-at a fogható, konkrét, exakt, mondhatnám transzparens történetek száma, ami szerintem nagyon sok, és ez azóta exponenciálisan nő. Mondjál egyet. Tudom, hogy azt várod, hogy... Hát mert te ígérted. És mindenki ezt várja tőled, mert egy idő után ez nem több, mint habverés, hogyha nem mondasz konkrétumot. Most a HVG interjúban azt mondtad, hogy utaltál állítólag Rákai Filipre, nem tudom, hogy mert nem mondtad ki a nevét. Kimondta helyettem a... Kimondott, nem, helyettem kimondott egy nevet a HVG, a Bio-ban, ugye, ahol ők írnak, és nem én nyilatkozom. Ők ott Rákai Filipet nevezték meg, én csak annyit mondtam, hogy egy sejem zsebkendős producer, de a producert
idézőjelbe tettem, ugyanis manapság már, hogyha valaki kitalálja kedd reggel, hogy föl kell megdörzsölni a szemét, hogy én producer vagyok, akkor ő már délbe producer. Tehát, na, de, hát így producer de valaki. De ezt most Rákai Filipre mondtad. Ők szerint, a bájomban ők azt írják, hogy ez Rákai Filipre volt. Idézőjelbe tettem a producer szót, amiben talán egy pici iróniát, ha vélhetünk felfedezni. És annyit állítottam, hogy ezzel a személlyel összefüggésben a Nemzeti Filmintézet vezető munkatársai szerint, tehát nem látok bele a kasszába, de tavaly 6 milliárd forint. Hús! Ki lett onnan? Varázsolva egy filmre, ami körülbelül annyi nemzetközi díjat fog hozni, mint Mackó sajtban a Brummogás. 6 milliárd de forint, miért nem Peti, tudod ki, mennyi? Miért nem mered kimondani, miért tolod rá a HVG-re, vagy a Rákai Filipet. Mert nem vagyok hülye, és nem fogsz csőbe húzni azért. Mert nem óhajtom magam peresíthetővé tenni. Ne nézzük már hülyének a nézőket. Pontosan tudja ki az a sejem zsebkendős idézőjelbe tett producer, aki egy nemzetközileg valószínűleg sikertelen 6 milliárdos filmet csinált a minap. Ne mondd már, hogy a kedves nézők és hallgatók nem tudják, hogy kiről van szó. Nem szép dolog őket hülyének nézni. De te nézed hülyének, nem én. De te nézed őket hülyének, mindenki. Én biztos, hogy nem nézem őket. Te még ki is voltad én. Te még egy nevet is kimondtál. Én kimondtam a nevet. Igen. Na szóval akkor... Ha még, igen, akkor, csak akkor nem téged fognak beperelni, akkor most hanem engem. Álljunk meg. És akkor majd jól tudósítasz, hogy a Pesti végre megint vesztett egy sajtóbert. Nem drukkolok ellened. Jó, nem vagy te olyan, nem tudom. De amikor én a Bajnaival szemben sajtópert vesztettem 33 év alatt egyszer, akkor a balos sajtó bizony a fenekét felverte. Hát, borzasztó ez a balos sajtó. Mondom, a fenekét verte a föld örömében, holott én csak annyit állítottam, hogy ugye a libás sztorit talán ismerik a kedves nézők, hogy a Wallis, a libás cég, a libatenyésztők, hogy a libatenyésztők nem lettek kifizetve, csődbe mentek, tönkre ment a családi életük, a fölakasztották magukat, tehát meghaltak, és az egész folyamat végén Bajnai Gordon, mint azt hiszem a Wallis vezérigazgatója állt, valóban tulajdonosi láncon keresztül, és én azt mertem állítani, hogy ő emberek haláláért felel, és ezt explicit de jure nem lehetett bebizonyítani, és ezért én vesztettem. És jó, még egy sajtópert nem fogok veszteni. De most Bajnai Gordonról beszélsz, ahelyett, hogy teljesítenéd az ígéretet. Nem, egyet mondjál. 10 perce egy Rákai Filip, általad Rákai Filipnek nevezett emberről beszélünk, és ez elég konkrét szerintem. Most akkor vállalod a pert, vagy együtt vállaljuk? Te mondtad ezt a nevet, nem én. Peti, van még tovább? Jaj, na, most már nagyképű vagy. Nem vagyok nagyképű. Tudsz tenni többet is, hogy csőbe húzz engem? Nem, én nem akarlak téged a csőbe húzni. Én egyszerűen csak szeretném hallani, hogy meddig jutottál, hova jutottál, a média stratégiádnak hol a vége, mert mondtál egy olyan mondatot. A Mák István sztori után, most mondtam egy másodikat. Nem vagyok elég konkrét? Félig a 6 milliárd szerinted minden nap, vagy minden évben kiosztanak egy valószínűleg nemzetközileg sikertelen filmre 6 milliárdot? Engem nem kell adjon meg ez. De ebben konkrét abból vagy most. Abból a pénzből 4 darab komoly, piros szőnyeg gyanús film tudna egy év alatt Magyarországon elkészülni, olyan 1-1,5 milliárd körül, ami egy Karlovivárit, egy Velencét, egy Kant, egy Sundance-t, egy Oscar jelölést, akár egy shortlistet hozhat. Tehát abszurd az összeg, és ehhez képest abszurd a produktum. Nem vagyok elég konkrét. De most konkrét vagy. De volt egy mondatod ugyancsak ebben az interjúban, ami engem azért nem tetszett, mert egy visszavonulást sejtett, amikor azt mondod, hogy azért... Mindig ezt találjátok ki, amikor nem vagyok elég konkrét, hogy én vissza akarok vonulni, hát nem akarok visszavonulni. De hallgass végig a mondatomat. Bocsánat, igen. Mert téged idézlek, azt mondtad, hogy azért nem mondasz több konkrétumot, mert nem akarod nehéz helyzetbe hozni Navracsics Tibort.
Ez milyen kitalált szöveg? Hát minden szöveg kitalált, amit te most kitaláltad, mondtál, te is kitaláltad, úgyhogy ez egy tautológia, de mindegy. Igen, de hát most nem ész bele a tautológia, miközben csak, de te csináltad. Csak, csak ki akarod kerülni a választ? Időt akarsz nyerni a válaszra? De nekem nem kell, én 10 másodperc tudok neked válaszolni. A Navracsics Tibort én egy nagyszerű és becsületes embernek tartom, arról nem beszélve, hogy 19 éves kor, 19 volt, amióta ismerjük egymást, egyen alattam járt a jogon, a filozófia tudományos diákköröm tagja volt több mint 2 évig, amíg engem, mint tudományos diákköri vezetőt ki nem rúgtak a filozófia tanszékről. Csoda különben, hogy 2 évig húztam, mert olyan filmeket vetítettem, amit a kedves szocialista diktatúra dobozba rakott. Olyan előadókat hívtam, akik nem publikálhattak és nem adhattak elő. Tehát egy ellenzéki műhelyt csináltam, és annak már tagja volt Tibi. Tehát a barátságunk elég régi, az ismerettségünk okán elég sokat tudok az ő politikai arculatáról és emberi mi voltáról, amit nagyon sokra tartok, és különösen azt, hogy most már több mint 1,4 éve megpróbálja Magyarország jogos pénzét a brüsszeli eurokratákból kibányászni. Laci, én nagyon és türem. Nem akarom, de hogy ne az legyen, megkerültem, ha én vagy bárki most csak úgy hebehúrgyán elkezdeni így kiborítani a fekáliás bilit, az bizony nagy mennyiségben, az bizony már mennyisége és minősége okán Brüsszelnek okot adhatna arra, hogy újra letolvajozzon minket, Magyarországot, majdnem 10 millió magyart, azt mondaná, hogy itt korrupció van, a jogállamiságnak nyomai sincsenek, úgyhogy Navracsics úr legyen szíves, menjen haza, és ne akarja itt a magyarok pénzét kihozni. És én nem óhajtom a Tibi, vagy bocsánat, a miniszter úr munkáját tönkretenni. De tudod, mit gondolok előre a mondatról, jeleztem az előbb. Az, hogy volt, igen, ez egy visszavonulás. Nem, egy visszavonulás. Ha te elkezdtél a tiszta kezek nevében, igen, akkor nem ilyen megfontolások alapján, hogy nehogy azt mondják, hanem azért, mert azt akarod, hogy tiszta legyen ez az ország. És igenis előállsz az összes konkrétummal, ami a birtokodban egyszerre van. Hát hülye lennék, hát van egy kommunikációs stratégiánk, nagyon csúnya idegen szó, egy timing, tehát egy időzítés, egy mondjuk egy szeptember, október, november, december. Én azt mondtam, hogy decemberben a karácsonyfa alá valakinek egy végképp nagyon szép nagy ajándékot szeretnék tenni, és ez a körülbelül 4 hónapos kommunikációs stratégiai timing, ez be van osztva. Most itt van neked ez a producceres történet, amit ígértem, tehát hoztam neked egyet. Tessék? Karácsonyra hova jutunk? Hát karácsonykor ajándékot szoktunk adni egymásnak itt Közép-Európában. Vegyél komolyan. De hát én fogok valakinek adni. Tehát az ajándék... Fogok sok kicsit, igen, de akkor egy nagyot szeretnék. Az nagyot fog szólni. Reményeim, és ott már nem számít, hogy mit gondol a Brüsszel, vagy mit akarna Navracsics. És ha úgy szól nagyot, hogy Brüsszel nem nagyon tud velem mit kezdeni? Az mit jelent? Miért? Nem tudsz elképzelni olyan megoldásokat, hogy Magyarországon a jogalkotás, jogalkalmazás, az egész igazságügyi mechanizmus azokról, akikről kiderül, hogy valami rosszat csináltak, ez ilyen amatőr módon hangzott, tehát törvényt sértettek, például közbeszerzési csalást, zsarolást, vagy egyébet követtek el, a magyar törvény teljes erejével lecsapráljuk, megbünteti őket, ezáltal a rákos daganatok metsződnek kifele, és fényesen bizonyítjuk Brüsszel felé, hogy jogállam vagyunk. Tehát, hogy összefoglalva a beszélgetésünket, karácsonyra ezt a rákos daganatot te úgy érzed, hogy ki tudod metszeni. Nézd, Peti, egyikünk sem jós, de az én kommunikációs timingom, stratégiám szerint a következő, azt mondja, szeptember, október, november, december, az elég egy olyan hosszú folyamatnak a, és tegyük hozzá még a nyári hónapot is, ugye az augusztust, azért ez már majdnem egy fél éves folyamat. Fél évig tematizálni a közleményt, az szerintem nem könnyű dolog. Én azt gondolom, hogy beérik oda a dolog, hogy emberek beismerő vallomásokat fognak tenni,
és nagyon komoly polgári, államigazgatási jogi és büntetőjogi ügyek fognak indulni, de olyan ügyek, amelyek tudjuk jól, hogy ezek nem két hónap alatt zajlanak, hanem van 3-4-5-6 évig zajlik egy eljárás, de hogyha egy rendőrségi terminológiát használhatok, ha megalapozott a gyanú, ami azt jelenti, hogy hát ott bizony bizonyítékok vannak, és ez a folyamat komolyan elindul, akkor megfékezheti azt, ami a magyar konzervativizmus rákfenéje, ami a magyar konzervativizmus léghajójában sok-sok homokzsák, ami lehúzza, ki lesznek dobálva, vagy legalábbis elkezdik majd kidobálni ezeket a homokzsákokat, hogy a magyar konzervativizmus, ami szerintem egy szent dolog, és az én eszmém, végre megtisztuljon. Szerintem ez elég konkrét. Mit mondjak ennél konkrétan? Nem mondjál ennél konkrétan. Bocsánat, de hoztam neked sztorit, tehát nem igaz, hogy nem tartottam be az ígéretet. Te mondtad ki ennek a valakinek a nevét. De miért mondtad ki? Mert pontosan tudtad, hogy... Megolvastad az a cikket. Na, így van. Laci, nem az ujjadból szoptad. Féltelek téged, úgyhogy, de azért visszavárlak. Jó? Oké. Tehát, bocsánat, hogy mondod. Tehát go.kukac, budapesti tisztekezek.com. Annyit promotálsz már itt nálunk a végén, mert pénzt fogok kérni tőled. De gyűjtsed az adatokat. Jó. Jó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.